A májusi képviselőtestületi ülés napirendi pontjai előtt kért szót Szabó Miklós a Duna lakóparkot érintő témában csütörtök délután. A képviselő a lakók kérését tolmácsolta, akik petíciót indítottak annak érdekében, hogy a Károly Róbert és a Nagy Lajos Király úton forgalomcsillapító eszközöket helyezzen ki a város. Ebben a két utcában gyakorlatilag meg lehetne oldani, hogy hátrafelé, ahol jelenleg is zajlik az építkezés és nagy a forgalom, valamilyen formában, hát ha már tudatilag nem jutottak el az arra közlekedők egy része, hogy betartsák a sebességkorlátozott táblákat, akkor valamilyen fizikai módszerrel kényszerítsük rá őket. Áró István válaszában elmondta, a forgalomcsillapító eszközök elhelyezéséről bizottság dönt, a kérvények túlnyomó részét pedig elutasítják. Az indok nagyon egyszerű. Valamennyi utca jogosan tarthatna igényt forgalomcsillapító eszköz kihelyezésére, az viszont lehetetlenné tenne a városbeli közlekedést. Ebben a két utcában is megvizsgálta a bizottság, bekértem az iratanyagot. Itt átmenő forgalom nincs, valószínűleg ugyanazok száguldoznak, akik a petíciót is aláírták nagyrészt. Nem tudok ehhez mit tenni, ki van téve a tábla, tehát a saját házuk előtt nem tartják be a sebességkorlátozást, akkor ez az eszköz nem fog alkalmas lenni erre. A képviselők aztán első napirendi pontban alapítványok beszámolóját hagyták jóvá. Itt elhangzott, hogy 2023. júniusában szervezi meg a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány ismét a Flesh Károly Nemzetközi Hegedűversenyt. Az előkészületek zajlanak már, a szervezők pedig 35 millió forintos költségvetéssel számolnak. Az összegnek jelenleg a fele áll rendelkezésükre, így várják a támogatásokat és a felajánlásokat. A képviselők aztán 100 millió forintos visszatérítendő támogatást szavaztak meg az első magyaróvári tornaegylet 1904 számára, a rekreációs központ munkálatainak folytatására, valamint a Movaréna Kft. Részére éven belüli működési célú támogatást 10 millió forint keretösszegben. Az ülés fontos napirendi pontja volt az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. Frauhammer Csaba a napirenddel kapcsolatban elmondta, bizonytalan évkezdést jelentett az önkormányzat számára 2021 is, a költségvetés sem tudta elfogadni a testület a megszokott formában. A képviselő kiemelte, a nehézségek ellenére mégis sikeresévé tudhat maga mögött a város. Összességében az óvatos tervezés és a bizonytalanságok mellett is pozitív eredménnyel zárhattuk a 2021-es esztendőt. A tervezetteknél túlteljesítettük a bevételeket, a kiadások pedig ugye a tervezetteknél alul maradtak, így több mint 3 milliárd forintos maradvánnyal tudtunk átfordulni a 2022-es esztendőre. Árva István a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, a bevételi oldalon jelentkezik egy többlet az állami támogatásoknak köszönhetően, aminek egy részét a társulás, másik részét az önkormányzat kapta meg. A polgármester hozzátette, a pályázatok is segítették a költségvetés 12,3 milliárdos bevételi oldalát. Kaptunk az államtól 980 millió forint körül így fejlesztési támogatást, útépítésre ennek az egyik részét 2021-ben sikerült elköltenünk. Sajnos volt néhány pályázatunk, amiről le kellett mondanunk, ilyen a munkásszálló létesítése, aminek a szerződését fel kellett bontanunk, a testület határozata alapján visszautaltuk az előleget. Nem sikerült ez az itató strandfejlesztési pályázatunk sem, ez 30 millió forintot tett ki, illetőleg a Terv utcai csomópont építéséről vonatkozó ebérpályázatról is lemondtunk, mert ez egy 50%-os támogatottságú pályázat volt. Ennek a beruházásnak a finanszírozását aztán sikerült beépíteni az államilag finanszírozott fejlesztési támogatásba. A kötelezettségek vállalása érintette a gyájű sportcsarnok megvásárlását. Az önkormányzat 72 millió forinttal támogatta a Karolina Kórház rendelőintézet működését, valamint a támogatásokat is visszaállították az eredeti mértékre. A polgármester hozzátette, mindezek
ezek mellett továbbra is biztosítja az önkormányzat az ingyenes étkezést bölcsödéseknek és óvodásoknak, valamint a 90 év felettieknek az ingyenes szolgáltatást. Szintén napirendi pontok között szerepelt aztán a Flash Nonprofit Kft., az Aqua, a Movinov, a Városüzemeltető, valamint a Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegének jóváhagyása is. A képviselők elfogadták továbbá a Moson-Magyaróvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Döntöttek alapítványi támogatásokról, valamint a képviselők döntöttek a Moson-Magyaróvár város kiváló köztisztviselője és a Moson-Magyaróvár város kiváló óvónője, tanítója, tanára, középiskolai tanára, egyetemi oktatója díjak adományozásáról is. Moson-Magyaróvár képviselőtestülete egyhangulag fogadta el a májusi 36 napi rendi pontot.